Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Közelkép nézőit. A tiszántúli vízügyi igazgatóság munkatársai is segítkeztek az árvíz elleni védekezésben, több mint 100 embert rendeltek át Debrecenből és Hajdúszoboszlóról az érintett területekre. Csak nem két hét után most már kijelenthető, hogy az összes magyarországi szakaszon apad a Duna, de a déli területeken még mindig folynak a védekezési munkálatok. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az országos vízügyi főigazgatóság szóvivő helyettese is debreceni illetőségű, első kézből informálódhatunk a helyzetről. Szegi Attila a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No hát valóban az van, hogy most már azért egy picit meg lehet nyugodni, tehát az árvíz ugye az már elvonult gyakorlatilag, és most már csak utólagos védekezési munkák vannak, vagy nem tudom, hogy hogyan fogalmaznak önök. Így van, az árvíz jelentős része levonult, a déli területeken van még érvényben árvízvédelmi készültség, Baja térségében és Mohács térségében, az országhatárhoz közel. Itt ma még másodfokú az árvízvédelmi készültség, de az előrejelzések szerint a holnapi napon már itt is lehet elsőfokúra mérsékelni a készültséget, a hétvégével pedig meg is lehet szüntetni azt. Mik a különbségek a másodfok és az elsőfokú között? Elsősorban a vízszint határozza meg, és az ehhez szükséges védelmi erő, vagy védelmi szükséglet, ami ugye ilyenkor kell az árvízbiztonságos levezetéséhez. Első foknál még egy nappali figyelőszolgálat van, felkészülünk az esetlegesen az előrejelzések alapján már látható későbbi intézkedésekre. Másodfokú készültségnél már éjjel-nappal ott vagyunk a töltések mentén. Harmadfokonál pedig még ezt is fokozzuk, tehát az éjjel-nappal az nyilván marad, és fokozzuk minden figyelőszolgálatban a résztvevőknek a létszámát, illetve hogy jelen esetben is volt, ha szükséges, akkor társszerveket is bevonunk a védekezésbe. Ugye, ahogy tudom, még most van itthon először, még tegnap helyszínen volt, terepen volt. Mit lehet mondani így utólag, hogy mennyire kellett ehhez megfeszített munka, hogy rendben legyenek a dolgok, hogy ne legyen különösen nagy kár? Ugye azt láttuk, hogy itt az ártéren kívül nagyon nem károsodtak ingatlanok. Azt láttuk, hogy rengeteget dolgozott ön is, de gondolom, hogy a kollégái is folyamatosan, hogy rendben legyen minden. Így van, azt először is kiemelném, hogy ugye a vízügy az nem hatóság, nem hivatásos szervezetekből áll, mégis 2-3 nap alatt 1000 embert mozgósítottunk a saját állományunkból az ország másik oldalára, a Tiviziktől is végül 160 ember ment át más vízügyi igazgatóságok területére és segítette a védekezést. Tehát én úgy gondolom, hogy ez eleve egy óriási eredmény ettől a szervezettől, és ugye ezért jók az előrejelző rendszerek, hogy időben el tudtuk kezdeni a felkészülést. Természetesen, ahogy látszott, hogy ez egy milyen nagy árhullám lesz előzetesen, és arra lehetett számítani, hogy a 2013 évi dunai minden eddigi rekordot megtöntő árvízhez képest egy fél méterrel fog elmaradni, tehát egy jelentős árhullámra van kilátás. Ez be is jött amúgy? Tehát, így van, tehát a felső szakaszon fél méterrel, az alsóbb szakaszokon már olyan 60-70 centivel maradt el az árhullám tetőző szintje a 2013 évitől. Tehát úgy gondolom, hogy nem volt felesleges ez a felkészülés. És ahogy ugye haladtunk előre, úgy alakult meg az OMIT mellett a belügyminisztériumban is a védelmi törzs, és úgy vontak be társszerveket, a katonaságot és a katasztrófvédelmet, tűzoltókat, rendőröket, szinte mindenkit, aki ebben segíteni tudott, és nagyon nagy volt természetesen a lakossági összefogás is, tehát akár a helyiek, akár más településekről igyekeztek önkéntesen is részt venni ebben a munkában. Úgy gondolom, hogy utólag már nyugodtak lehetünk, sikerült megoldani ezt a helyzetet, de fontos volt, hogy időben ennek neki kezdjünk. De a Tiviziktől 160 ember ment akkor végül, ahogy ön is mondta, miben tudtak önök segíteni, az önök munkatársai? Ilyenkor a vízügyi kollégák, ugye, akik a szakemberek ebben a témában, elsősorban a szakmát adják ehhez, tehát mind a műszaki irányítóink, akiket települési védekezéshez rendeltek ki, mind a gát és csatornőreink pedig, akik figyelőszolgálatot látnak el elsősorban, de amellett segítik azt is, hogy ezek a most megismert fogalmak, sokak számára most megismert fogalmak, mint az ideiglenes védművek, mint egy nyúlgát homokzsákokból, vagy bordás megtámasztás, ezeket szakszerűen építsék meg, például a katonák, akik ugye kézérővel és lelkesedéssel nagyon sokat segítettek, de természetesen ez a szakértelmük nincs meg, hogy ezt hogy kell helyesen és biztonságosan megépíteni, úgyhogy a kollégáink ebben segítettek, illetve a figyelőszolgálatnál pedig tudják azt, hogy mire érdemes figyelni, hol jelenhetnek meg a jelenségek, a mentett oldalon a káros jelenségek, és ahhoz milyen beavatkozást kell minél hamarabb megtenni.
Mennyire működnek ezek az ideiglenes dolgok? Itt ugye láttuk a homokzsák mellett az mobilgátnak hívják, talán, amit szintén használtak, ezek is ugyanúgy ellenállnak a víznek. Tehát, a tömés mobilgátra gondolom, amit vízzel töltöttek. Amiben bele, tehát a vasidok ja, közé kerítésszerű, bele. Igen, a kerítés. Ezek abszolút. Ezek ugye annak úgy kell érteni, hogy mobilgát van egy fix rendszere, tehát mintha a kerítésünket megépítjük a rácsok nélkül, hogy olyan helyzetben, amikor normális helyen van a víz, akkor ne zavarja a kilátást, ne zavarja a közlekedést. Szegeden is van ilyen például a Tisza mellett, és akkor ilyenkor ezt behelyezik, tehát várhatóan megemelkedő vízszint, tehát nem homozsákot kell építeni, hanem ezeknek egy nagyon erős falat beépítenek, elemeket behelyeznek darukkal, és ez bizony meg fogja tudni állítani a vizet, tehát ezek úgy vannak méretezve, ezeknek olyan alépítményeik van, ami ezt a vizet is meg tudja tartani. Ugye azt is láttuk, hogy azért folyamatosan ellenőrizték magákat a védműveket, hogy milyen állapotban vannak Magyarországon, el is mondta többször is a miniszterelnök is, hogy rengeteg pénzt költött erre ugye az állam, hogy előkészüljenek. Milyen állapotban vannak most az árvíz után? Mennyire tud károsulni egy-egy töltés, egy-egy gát ilyenkor, amit utána még meg kell majd igazítani, vagy erősíteni adott esetben? Természetesen ezt vizsgálják most a kollégák az áramhullám levonalása után. Közben is ugye, ahol jelenségek jelentek meg, ezeket rögzítik. Ma már térinformatikai rendszerekkel. Ezekre ugye megnézik utána, hogy kell-e esetleg nagyobb műszaki beavatkozás, tehát hogy egy helyreállítást meg kell tenni. A Lajtán például bizonyosan, hiszen megnyitották a szükségtározó töltését két helyen is, tehát ott biztos, hogy helyreállítás lesz. Ezeket megteszik. Ahol pedig esetleg nincs szükség nagyobb beavatkozásra, ott is ezt rögzítik, és egy következő védekezésnél már ezekre a helyekre jobban fognak odafigyelni, fokozottabban figyelnek, hiszen ott korábban már jelent meg jelenség, tehát egy nagyobb vízállásnál esetleg újra számítani lehet arra. Van-e önökkel szemben olyan elvárás, hogy mondjuk a következő időszakra egy tervet készítsenek, hogy egy védelmi tervet? Pont azt olvastam valamelyik nap, hogy pont a kiszámíthatatlan időjárás miatt előfordulhatnak most már sűrűbben ehhez hasonló árvizek, amire fel kell készülni. Ilyenkor ez is feladat, hogy valamiféle védelmi tervet összeállítsanak, mondjuk ezekből a tapasztalatokból is kiindulva? Természetesen ez a vízügyi főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok dolga helyben, hogy ezeket a terveket a mostani tapasztalatok alapján frissítsék. Ezek folyamatosan rendelkezésre állnak. Ugye azt kell tudni, hogy például egy ilyen mobilgát rendszer, de bármilyen más vízügyi létesítmény, ezek viszonylag drágák. Tehát ezek jelentős beruházást igényelnek. Ugyanakkor a hasznuk is 50-100 éves léptékben mérhető, hiszen például a Dunán az alsó szakaszon azért nem kellett a magasságtól félni, mert ott a 60-as években, az 1956 évi jeges árvíz után hatalmas töltéseket építettek, és ezek ma is bírják ezt a magassági, tehát ma is 2 méterrel volt alacsonyabban a vízszint ennek a mostani tetőző árhullámnak. Tehát azt kell nekünk letenni a döntéshozók asztalára, hogy szerintünk itt meg itt van szükség ilyen beruházása, de hát nyilván ennek jelentős költsége van. Azt kell mellé tennünk, hogy ezek a mostani árvizek vajon milyen gyakorisággal fordulnak elő a következő években, évtizedekben, és akkor azt tudjuk mellé tenni költségvetési szempontból, hogy az emegépítése ennyibe kerül, de mondjuk ki tudunk vele 3 ilyen alkalmat váltani, amikor ilyen mennyiségű homokzsákokat kell beépíteni. Természetesen ilyen dolgokat a kormány asztalára a közút is letesz, meg más, úgyhogy ez az ő döntésük, hogy végül hol tudnak ilyenek megépülni. Összességében egyébként hogy értékelik a védekezést, ha már mondjuk született ilyen értékelés? Tényleg azt lehetett látni, hogy nem volt olyan település, ahol mondjuk súlyosabb károk estek volna itt az árterektől eltekintve. Nem tudom, a vezetőség is úgy értékelte, hogy rendben volt a védekezés? Hát ne dicsérjük magunkat. Szerencsére én is azt mondhatom, és kollégáim is arról számoltak be, akik már visszatértek Debrecenbe, illetve a Tivizig működési területére, hiszen Hajdúszoboszló polgárról, Berettyóújfaluból is mentek kollégák, hogy nagyon sok köszönetet kaptak a helyiektől. Ezt most már a Facebookon is látjuk, polgármesterek köszönik meg a oda kivezényelt műszaki irányítóink munkáját. Én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb dicséret számunkra és kollégáim számára. Mennyire volt közreműködő a lakosság egyébként? Ugye nyilván mindenki a saját értékeit próbálja menteni, akár néha okosabb is lehet, mint egy vízügyes szakember, idézőjelbe téve. Voltak nehéz esetek azért, amikor problémába ütköztek adott esetben, vagy tényleg igyekeztek betartani a szabályokat? Én úgy gondolom, hogy akik helyben voltak, ők igyekeztek betartani a szabályokat. Ma már az interneten könnyebb okosnak lenni, és ott ennek hangot adni, de szerencsére mi nem sok időnk volt ezzel foglalkozni, tehát én úgy gondolom a helyszínen nagyon sokan segítettek.
akár azzal, hogy beszálltak a védekezési munkába, akár azzal, hogy egy kis teát, kávét, pogácsát hoztak a védekezőknek. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta. Köszönöm szépen.